Na hát jó reggelt mindenkinek. Jelenleg a hajnali 3 környékén lehet. Szerintem inkább egy ilyen 3 óra múlt 5 perccel. És éppen ha tartok a 907-es megállója felé. És ismét egy vonalbejárós út lesz majd. Ebből a 13-os vonalat fogjuk Kisbértől Veszprém-Varsányig bejárni. Ehhez viszont a 4.35-kor induló vonatot Kelenföldön el kell érni, az pedig másképp nem megy, csak hogyha most elmegyek a 907-essel, ami körülbelül egy olyan 3 óra 10 környékén fog innen indulni az Őrsről. És akkor ott még Kelenföldön is lehet majdnem egy órát várni. Úgyhogy utána terv az, hogy Tatabányáig az S10-essel, Tatabányától busz Kisbérig, és Kisbértől séta Veszprém-Varsányig. Visszafele pedig nyilván Veszprém-Varsánytól vonat Győrig, aztán átszállással, vagy egy S10-essel, vagy gyorsvonattal, ami előbb jön, vissza a keletibe. Ez lesz a mai program, úgyhogy tartsatok velünk, biztos érdekes lesz. Ezt nem tudom, hogy mi vár majd ránk a 13-as, aki a középső szakaszán. Ott kb. 12 éve nem járt már vonat, hát nem lehet tudni, hogy mennyi bozót halsz, ha lesz szükség, vagy mennyire el simán haladni. Abból kiindul, vagy a 13-as nyuka környétől Kisbérig különösebb bozót harcok nélkül bejárható volt. Hát reméljük, hogy itt is körülbelül ez az, amire számítani lehet. De hát majd meglátjuk. Hát én mint egy 2 óra alvás után, akkor sikeresen elindultam is. Hajrá, akkor vonalbejárás. Tartsatok velünk. Hát akkor megérkeztünk, ez be kellem földre. Itt a hátam mögött lévő FIA-IS 215-ös Volvóval. És van még a vonatig egész pontosan fél óra. Úgyhogy mindjárt akkor elindítva a vonatinfót, megveszem a jegyet. Aztán gyerünk a penonda, és szétnézek, hogy mi áll benne a pályaudvaron. És ott még a háttérbe épül egy fráza. Meg előtte épül a villamos vonal, elvileg nyáron már az egyes villamossal is ki tudok ide jönni. Hát meglátjuk. És egyébként ott a háttérben látszik is, hogy már egész jó haladnak a síni lefektetéssel, a vágányépítéssel. A végállomás gyakorlatilag már készen van. Mindenesetre, hogyha ki fog ide járni az egyes villamos alatt, úgyis fogok videót csinálni. Ja, most menjünk, nézzünk szét a pályaudvaron. Az évépülés. Ja, látni nem látjuk, de halljuk a klasszik pirsztiket. Retro csörgőt. Jelenleg még az egyetlen. Ja, és ráadásul a 143-as. Az. Jelenleg az egyetlen. Azt nem mondd már, hogy ezt így vonaton keresztül látod. Láttam az előbb, amikor jött be a kopasz, láttam az elejét. Na majd ha ott kimászik, akkor lehet, hogy megnézzük. Hallod? Ne, ez meg fog állni te, ez megáll. Mikor jött be, akkor láttam, hogy tök volt, látszik a szerelvény is. Pont láttam az elejét. Ja. Élesztő gyári. Kisorodták valamit. Itt van a Csadi, és tényleg a 143-as volt. Ezért már igen. Vagy két heteig festem. Élesztőgyári kiszolgálás, de akkor rosszul te elvonod. De ez biztos nem egyből szedte ki az élesztőgyárból. Nagy tétenyből jött, az biztos. Hát nem van. 51 darab tartály között. Üreseket. Pirsztik motorna. Örültem is neki, mint mai mokaszának. Hármasával megrodítani ötlen kocsit. Hát szerintem kisadották valamikor a tartalmat. Valószínű, de nagyon szar helyen van. Így nem lehet rendesen még fotózni se a csörit. A csörgős. Bár most sötét van, most fotózni ugyanolyan lehetne. Van. Csörgős kellett volna idehoz. Persze, tudom. Meg elve az, hogy okoska, tehát. Addig lehet be.
mindjárt. Igen, körülbelül egy olyan 50 percnyi út után megérkezünk Kisbélre, aztán gyalogolhatunk. Valami hozzáfűzni való van a dolgokhoz. Sziasztok! Hát most indultunk el Tatabányára a Kisbélről, mert ez turizmóbusszal körülbelül egy 50 perces utunk lesz, lényegében ennyi. Utána még egy 21 km-t hát, inkább 23. Jó, hát Kisbérnek, meg könnyek között is 27 kilométert írva, aztán több mint 30-at mentünk, de hát egy 23-ra azért lehet számolni. A szép pálya milyen állapotban van, az meg majd kiderül. Közben megérkeztünk Kisbérre, itt vagyunk a vasútállomáson és a Kodány Veszprém Varsány. Itt az a legszélső vágány, amivel lett most gyalogolunk, ez fog majd. Ugye, ugye arra fele. Hát alja, az a másik, ez, ez most egy csonka, de majd utána, de mindjárt meg is mutatom. Igen, és akkor ott van a háttérben sorompó, és majd azután fog elágazni így balra. Tehát ilyen kis egyébként benne állt egy tartálykocsi, de arról majd mutatok képet. Elcsináltam, de most nem megyek azért vissza. És akkor itt a lakodón sétálom tovább, és egy olyan 23 km környékén ott teszünk a Szörény-Balsányba. Odaérünk, ahogy a szolgálat. Ja, igen, igen. Meg hogy biztos nem fog arrafele vonat jönni, így. Ja, meg egy-két hajat majd elhajlítunk magunk benne. Hát lehet, hogy lesz majd egy kis bozótharc is. Nem, hanem biztos. Hát de 12 éve nem járt el a vonat, tehát... Hasonló szerintem ahogy ez a környék is összefasz. Igen, tényleg úgy fogunk kinézni, mint a migránsok lennénk, mire beérünk Veszprém-Varsányba, mert ilyen térdig sárosak meg. Mire itt átvedek egyik bankot, minden, és itt is van még egy. Ez a másik lakodó. De ez már viszont tényleg csonka. Na, hát igen, ebből is kiágazik egy. Jó. Az az egészségedre. Na jó, hogy szabad előtt érve vagyunk. Az Dani meghalna. Bölcs alamon mondával a hangos vignak nincsen szaga. Hát nem nagyon, itt van egy teljes sorompós átjáró, csak pont ezért szembe süt a nap, úgyhogy nagyon látszik, de most értünk rá a 13-asra. Itt vagyunk a 371 szelvénynél, és körülbelül ugye a 600-asig kell menni. Csak mondjunk ezen, ahogy kell jön az a kutya. Ja. Menjünk. Na hajrá. Hát, hogyha végig ilyen marad, vagy ennél rosszabb állapotokat nem találunk, jelőre haladás tekintetében, akkor nem lesz itt semmi baj. De igen, én is attól tartok, hogy lesz ennél még rosszabb. Mindegy, hát haladunk tovább, aztán meglátjuk. Erről jöttünk. Itt már azért kezdi, igen. Hát ennyi, igen. Hát még vagy 22 hátra van. És még itt sincs akkora nagy gond, csak itt már azért belóg itt a sok az űrszelvénybe. Jó, mondta a forgalmist arra is behajtozott. Hát igen, hát majd. Hát vagy kikerüljük. Meg itt még megvannak azok a távíró póznák is, csak a vezetéket szedték le róla. Kérdés, hogy hivatalosan vagy nem hivatalosan. És egyébként a pálya meg ilyen nagy részt betonaljas, meg hát igazából vegyes, mert egy-két talfa, a többi beton. Hát lehet, és egyébként 48-as Diósgyőrisinek. Igen, hát eddig ez volt a legnagyobb útakadály, amivel találkoztunk. Hát viszont ugye elnézve a távolba egész tisztának szűnik az űrszelvény. Legalábbis gyalogosan lehet rajta haladni. De vonattal már azért megnyírná a vonat az űrszelvényt egy pár szól. Na. Most egy darabig úgy látszik, hogy tiszta lesz. Igen, hát azt érzem, hogy itt még a romániai módszerrel, hogy majd a vonat nyírja az űrszelvényt, úgy még lehetne is itt menni. Valaki az igen, addig is mentünk. Hát abban a vonóvezetéket már nem látom itt mellettünk. Lehet a földön, hogy... Nem, mert egy darabig még megvolt a vonóvezeték. Aha. Ja. A bejárat, igen, addig megvolt a vonóvezeték. És itt megint rádölt egy falsinekre, de egyébként sínhiány vagy ilyen durvább pályahiba eddig még nem volt. Hát majd mindjárt akkor megyünk tovább, és igen, és ez a leghosszabb állomás köz, mert itt egy olyan 7 km van a következő megállóhelyig vagy állomásig. Úgyhogy itt egy dolabig itt megyünk, meg most úgy látom, hogy egy dolabig egyenes. Úgyhogy mindegy, menjünk tovább, aztán meglátjuk, hogy mit találunk még.
Na itt az első komolyabb azért akadály, amit azért, hogy ez azért eléggé belóg az őszerébe ez a vaskorlát. Szevasztok! Ezt itt jönne a vonat, és simán végighalsz volna az oldalát. Meg szerintem benézne az utasok közös. Hát addig nem szerintem, mert azért nincs annyira magasan, de az oldalát... Hát azt nézzük, a BZ-nek a szél az azért a betonaljuk szélei kiér. Hát, két oldalt, amilyen szél. Hát kiér, viszont az ablakok magasabban vannak. Na, hogyha arról jön, akkor ez simán be is menne az utastérbe, ott végig szántaná az oldalát. Hát igen, csak hát nem tud bevenni az utastér, de mert az ablak az magasabban van, és csak ott tud. Hát nem az ablakon, hanem a fémet felhasítva menne az utastér. Hát a BZ nem megy olyan gyorsan. Meg hát főleg ez a pályán, mert szerintem meg is állna, mire észrevenni a vezér, hogy mi van, addig meg is tudna állni. Hát ilyen 30-as lassú jelnél simán. Hát 40-nél is még meg lehet állni, meg lássuk egyenes, hamar észrevenni. Itt volt az előjelző. Ott van. Hogy ugye ott lesz. Ez az ilyen, tudod, a... Ja, persze a... Drogtok. Ja, persze, az ott van, mindjárt odaérünk. Mindjárt akkor megnézzük az előjelzőt. A mai WC csészék az iparlemek művei. Még izébe is belefér. Még belefér egy fenyőfa is. Én megjövök, de hatalmas szemétellet mindenhol. Na, közben haladunk. És elértünk egy átjáróhoz megint. Ami valószínűleg valaha fénysorompós lehetett. Most viszont sima András keresztes. Hát annyi, mert ugye a kapcsolószekrény az látszik. De eléggé el van rozsdásodva, ezt még lehet, hogy bele is lehetne nézni. Bár valószínűleg nem működik. Ezzel látjátok, a fénysorompó az itt volt. De a fénysorompónak a tartója az még látszik is, csak a villogót szerették le oldani, és tettek le a helyére András keresztet. De most akkor menjünk át, ameddig nem jön semmi. Pont nem jön semmi. Igen. Nézd már. Na, szóval akkor ezt legyetek. Na, itt volt egy rövid gazos rész, de körülbelül ennyit az átjárónál. És egyébként a pálya meg egyenes továbbra is, és járható, legalábbis gyalog. Nagyon egyszerűen, és még... Szerintem van ott is járható. Hát jó, hát eddig rúdapálya hibákat nem találtunk, nincsen sínhiány, nincsenek nagyon szaltalfák se. Hát, vagy legalábbis annyi, legalábbis úgy nincsenek szaltalfák, hogy a mellette lévő is, meg nem vitál. Tehát elvileg, hogyha még, mert még ez se tűnik annyira szaltnak, de... Meg egyébként, hogyha két mellette lévő az még jó, akkor ezen még elmegy a vonat. Meg hát itt azért főleg betonaljak vannak már, csak az élesztéseknél van talfa. Hát meg egy-kettő talfa van ugye. Hát, annyi ide. Azért hát a nagy részét már betonaljakra cserélték. Ha rakták le, akkor amik jók voltak, talfák benne vannak. Valószínűleg igen, és egyébként a nagy részét már kicserélték betonaljakra. Hát ilyen 88-osokat látok errefele most. Tehát mondjuk azok sem mai a darabok már, de hát a betonaljaknál az még simán. Hát az egy 30-40 évet kibírnak egy betonalj minden gondjából. Meg lehet, hogy nem egy formákos, és nekem az lehet, hogy csak 42-es? Lehetséges, már egy 48-os. Az 48-as, az látszik is, de... Látszik, és sokkal vékonyabb a sinkorona. Csak annyira rozsdás, mert ha van is rajta felirat, nem tudod elolvasni. Itt van, várjál, itt van egy. Ne, 34-es te, ez 34-es. Azért mondom, elég vékony. Diósgyőr, a másik meg 48-as, na azért ezt 1956-os, fia. Diósgyőr 1956, nem tudom, videó mennyire látszik, mert pont oda süt a nap. Az meg 1936? Ja. Igen, viszont az 48-as. Azt hiszem, nem tudjuk milyen szabványú sínleerősítés, de mondjuk legalább fogja. A másik oldalt is ilyen? Nem, ott nem. Ott nem. Ja, egyébként arról jöttünk. De ha megnézed, még ezért is van ott. És nincs csavar, úgyhogy nem tudom. És eddig volt a pályaszakasz egyenes, és innen már stabilan 34-es. Azóta nem is látunk 48-as sineket. Ja, ugyanaz. Hát nem tudom. Döntöttív szerintem ezt azért, hogy tartsa, hogyha tudod, hogy betűnt a vonat. Hát lehet, mert ilyet még máshol nem láttam. Hát lehet ezt még az Y-aljak előtt csinálta. Na, ha megnézed, döntött az évot, gondolom, hogyha jött a vonat, akkor azzal tartott. Mennénk az irányba, akkor az hát lehet, hogy itt átvágva mindenem. Itt tudod, hogy rendszer minden megjön. Ezt nézzétek, tehát itt van egy út, ami csak eddig jön el, és nincs útátjáró a sinen, és nem folytatódik el ebbefele. És már az utat is, ahogy nézem, benőtte. Hát az benőtte a gaz, persze, tehát itt ez valami erdei út lehetett.
Vagy valami ilyen szervizút ide a sinekhez. Ja, gondolod, hogy idáig megkiépítettek valamit? Hát, hogy csak idáig jött. Lehet, hogy itt be tudjanak jönni, hogyha valami van, vagy a fasz se tudja, minek rakták ide. Hát nem tudom, hogy mi értelme van, csak eddig behozni. Vagy lehet, hogy volt olyan telep, hogy tovább építik, csak aztán... Melyik se? Sikerült. Hát most ebbe a gazdba biztos, hogy nincs út. Ami itt van mellette. Na, mindjárt 4 kilométernél vagyunk, 3,8-nál vagyunk. Hát akkor lassan már ott vagyunk a következő megállónál. Hát még egy kicsit odébb. Hát egy pár kilométer még azért van. Majd az év után, hogy végzünk az új évvel, utána megint lesz átjáró. Viszont most a mostanában nem láttam szelvényköveket. Ja. Tehát azt kellene tudni, hogy a 37-nél volt kisbél. Ott egy szelvénykö. Tehát olyan 43 vagy ilyen 44 körül lehet majd a következő. Hát csak ezt el tudod olvasni, mi van rajta, mert ha van is szelvénykő, akkor a számok teljesen lekoptak róla. 40 valahogy, azt mondta, hogy 4-es látszik. Hát annyi, tehát szerintem még egy 1-es is van középen. 400-as kereken. 400-as? A 400-as kereken. Hát pedig az egész számú szelvények azok nagyobbak szoktak lenni. Hát nem volt másik biztos. Hát, mit lehessen tudni. Itt a 409-es szelvényben majd egy kicsit odébb meg lesz egy biztosítás nélküli átjáró. És amúgy most már visszafele jövünk. Tettünk egy U-kanyart. És most jövünk visszafele. Utána megint ott lesz egy kanyar. Úgyhogy mondjuk itt átvágva ezen a szántóföldön le lehet rövidíteni, vagy egy kilométer a vonalat. Hát itt jöttünk volna egy egyenesen, és csak ott a sok fát ott... Igen, hát ott jöttünk, ott volt a vasút mellette. A fák mellett volt. Ja. Tehát itt simán át lehetne vágni, és azért ez nem akkora nagy domb, amit ne tudnának küzdeni akár egy BZ is. Szerintem amikor építették se, azért csinálták ilyenre, mert legviszeletlen akadály volt ez a domb. Hát igen, vagy mint az izé Biskaszékesfehérvárnál, hogy azt mondja, hogy akkor jár támogatásra hívnak, hogyha 50 kilométernél hosszabb vonalat épít. Ezért beletettek egy-két kunkót, hogy 51 kilométeres legyen. Már érkeztünk még egy átjáróhoz, itt a 409-es szelvénybe. De most valószínűleg szélzaj lesz, úgyhogy erre veszem föl, mert sehogy sem jó, mert másik oldalról szél fúj, erről meg szembefény van. Próbálj ki valahogy oldalról. Az a lényeg, hogy ez is egy fénycsodompós átjáró volt ott a kapcsolószekrény, meg látszik a... Takarja van a mikrofont, hogy a szélzaj ne zavarjon be. Na, megpróbáljuk így. És hát igen, hogy itt is valószínűleg fénycsodompó volt, amit leszereltek. De menjünk át a túloldalra, aztán nézzük meg, mert akkor majd visszafele tudom mutatni. Nem valami? Most nem. Ja, hát most jön, de az még messze van. Már a MÁV szabványú füvesített, vagy inkább gazosított vasúti pálya. Viszont tényleg kurva jól tudom haladni, hogy nincsenek olyan akadályok. Igen. És itt arrafele még egy íva. Na. Először volt egy jó alakú, most van egy kisebb, és most valahol a 410-es szelvénynél vagyunk, tehát úgy körülbelül a 430-asnál már lesz egy állomás. Ja. Mert már majdnem, már vagy 5 kilométert eljöttünk, úgyhogy sebbi. Meg csak így már talán nem fog bezavarni a szélzaj se. Na. Hát, sziasztok! Most én jelentkezem. Megérkeztünk az első komolyabb akadályhoz, amin át kell mászni. Itt a 13-as vonalon, Kisbér és Veszprém Valsány között. Mutatom is, Dani mindjárt mászik is át rajta. Majdnem pöcsön vágta a Danit. Szerintem kiugrott volna a szeme is, meg a golyója is a helyéről. Ez volt a legkomolyabb oldáját, igen. Igazából ezt is azért, ez ketten-hárban simán ott a nyílt van, amivel is arrébb tudnák lökni. Hát ott jönnénk egy külön vonattal, simán meg arrébb lehetne lökni. Hát csak a vastagabb része menjen arrébb. Vékony akad, azt még a BZ is eltörni. Most például egy olyan szakaszhoz érkeztünk, hogy így egymás után jönnek az évek. De fordítsd be, nem, arrafele pont jó, mert hogy nem, úgy a szélzaj nem zavar. Ja. Most itt elnézünk a másik irányba, akkor ott a vazótosban ott megint lesz egy ív, ami elfordul arrafele. Okay. Lassan már Bakony-Szombathelyre érkezünk, több mint 5 kilométert lesétáltunk, tehát kevesebb, mint 2 óra alatt. Hát
a 4-es felett már biztos. 5-nél már vagyunk, ja. Most néztem. Úgyhogy hát így lényegében ennyi. Szelvényeket néztem, hogy a 412-es le, hogy és a 370-es volt a sodom. Megy a pálya, és ott odafele, ott a háttérben van valami falu, ott látszik a templom talaj. Mária, vegyed még, ugye megmutatom, mennyinél tartunk. Ott mutatja is az egy kilométert, hogy megvan. De igen, útvonalon jöttünk a piros csíkon. Nem tudom, mennyi látszik majd belőle, de így igyekszem. És itt, mondja, ott vagyunk, meg itt látszik, hogy itt így egy kicsit, ja, és rajtjönjünk utána Bakonyszombat helyen. Ja, azaz, jó, akkor menjünk, akkor már úgy nagyjából a negyede megvan. Hát vagy hát annyi még nem, de... 5 km, 240 méter jöttünk, 1 óra 45 perc alatt. Azaz, hát akkor kb. Az ötödét már lesétáltuk. Majd esetleg megnézzük a vasútállomások.hu, mert ott sok állomást, hogyha van, akkor megírják a szervényszámot. Akkor az első járatatlan pályaszakaszhoz megérkeztünk. Hát nem annyira komoly a dolog, de azért itt rácsúszott a föld a sinekre. Ugye megnézzük, hogy erről jöttünk. Menjünk fel a dombra. Tudnám, tényképp a dombot utána. Ja, majd itt fel tudunk mászni. Szerintek, hogy feljöttünk a dombra. És egyébként itt errefele van a falu. És itt van maga azért járatatlan pályaszakasz. Hát ennyi, hát ez mondjuk nem komoly. Egy kicsit megvizsgáljuk közelebbről. Hát ez egy kicsit ez a töltés megcsúszott, aztán... Nem. A róka kaparta ki ide a földet. Ennyit? Ott a lyuk. És itt a lejárója. Ezt egy róka csinálta? Ha le van csúszva, az látszik, de nézd meg, hogy itt látszik, hogy kiből kaparva van. Ennyit egy róka nem tud kaparni. Hát látom, de hát most azért ennyit nem hord a sinekre. Hát meg ezt nem tegnap csinálta ide. Már kicsit a gaz is benőtte. De hát igazából ez csak homok, tehát ezt gyakorlatilag ezt egy lapáttal is le lehet rámolni egy nap alatt is. Annyi se kell. Egészség. Van ám itt bőven róla. Van, hát... Vannak erre kis fukok, meg nagy fukok. Most inkább csinálják a kis rukokat. De nem fogok már velük találkozni. Most elég hangosak vagyunk, azt hallják, hogy itt vagyunk, és nem mennek előjön. Megtaláltuk az első fülültös átjárót. Ez mindig is biztosítatlan volt, itt soha nem volt fénysorompó. És egyébként tették most sokáig egy ilyen, de szerintem ott ez lenne egy majd a település felé. És itt viszont már talpás a pálya végig, itt nem nagyon vannak már betonálja. Ja. Nézd meg, itt végig talpás. Úgy. Na menjünk tovább, mert szerintem most már közel vagyunk. Következő megállóhelyhez, itt kell lennie valahol. Na megérkeztünk az előjelző hűlthegyéhez, tehát mindjárt jön a következő állomás. Vonóvezetéket se látok. Mert bármikor a jelzőt ellopták, akkor miért volt a vonóvezetéket hagyták volna meg? Azt mondja, na itt vagyunk, most tudom, már a 430-as szelvényt is elhagytuk, és eddig egész eseménytelen volt, viszont itt is vélt egy falsi nekem. Hát ezt viszont szerintem itt a... Igen, ezt csak megkerülni tudjuk. Na itt le is tudunk menni. Hát, igen, ezt... Ezzel nem tudunk átmenni. Hát igen. Ez esélytelen, ezt ki fogjuk kerülni. Hát igen, ez egy elég méretes fa itt a vágányokon, tehát... Hát ehhez minimum egy motorfűrész kell, és abból is az erősebb fajta, hogy ezzel bármit is lehessen kezdeni. Ide már a sima PFT kevés lenne. Akkor nézzétek, közben már egy településen vagyunk. Igen, Bakonyszombat helyre megérkeztünk, ha minden igaz. És itt is szerintem valaha egy fénysorompós átjáró volt. Igen, a nyomok azok ugyanazok. A fénysorompó tartói megvannak, csak András kereszt a nehén. És egyébként ott jelzi a keresztábla, és arra fele van a vasút. Ott az épület, nincs csak? Ja, igen, és ott az épület. Hú, de eléggé benőtte a gaz. Ideig még jó van. Hát szerintem itt az állomás környékén, mert ezt itt nem foglalkoztak vele. Ájas 438, tehát tényleg itt a... Hát az a 7 km az, hogy nagyjából bejött. Ilyen 30.
370-től, tehát még 440 lesz, mire odaérjünk. És pedig a kandelárban is megvan az egyik. Akkor közben megérkeztünk Bakony-Szombathelyre. És itt van maga az épület. És itt van a peron, igen, és valószínűleg ez is állomás volt valaha, mert hogy itt van itt hely több vágánynak is. Tehát szerintem itt még volt legalább egy kitérő vágány, de lehet, hogy kettő is. Általában három vágány. Hoppá. Hoppá, jó. Hát az megdöglött. Kár érte, kiváló ügynök volt. Hát szerinted lakott az épület? Nem úgy néz ki. Viszont nyitva van. És akkor most átmegyünk Ulbex-elősbe. Mert itt nyitva van, szerintem ez lehetett régen a váróterem. Ez pedig itt a villanyóra szekrény. És itt a menetrend. Ez egy régebbi. Ilyen 2006, tehát ez a... Bezárási. Igen, ez a bezárásig. Tehát akkor még elég sok vonat volt. Uh-huh. 20-33 komé ment egy Tatabányára. Tudja, hogy ez volt a váróterem. Ugye igen, itt volt a pénztár. Hát... Igen. Itt a pénztár. Jó. Szép jó napot, egy 50%-osat kérnék Tatabányáig. Igen, ez zárva van, de van, itt volt a pénztár. Igen, ott van egy törött lámpahúda, amit innen látok. Meg ott egy nézé neon lámpa, csak az nem működik. Szóval megnézhetjük az utcafrontot. Hát, ha látunk valami érdekeset. Hát van, vagy valami más. Menetrend volt, néztem az előtt. Hát nem úgy néz ki, mint ha laknák, pedig... Púrabból lesz. Ja. Hát. Meg ott van egy melléképület is. Azt viszont lehet, hogy lakják. Nézzünk csak errefele, ide kimászunk, és akkor innen is lehet majd az utcafrontról képet csinálni. Na itt ide viszont még be tudunk nézni. Sőt, itt akár be is lehet mászni. Na. Szóval ez az épület utcafrontja. Akkor nézzünk be. Viszont lehet, hogy laknak, mert még villanyúra is van. Zsírúj villanyúra. Forog? Hát igen, a villanyórát azt föltették, mivel a digitálisat is, viszont le van kapcsolva a biztosíték, és nem forog az óra. Uh-huh. Be van zárva egyébként, tehát... Mondd, hogy oldjuk. Jó, hát itt még... Jó, nem, hát akkor azt inkább nem, aki tudja, hogy jön. Hát jó, még itt nem látja senki, mert a környéken is. És az a V0346-a szerinted mit jelent? Lehet valami villanyvezeték a közben. Ez meg itt valami disznóhol lehetett meg a WC szerintem. Ez melléképület. Az állomáshoz tartozott ez is. Egy kisebb disznóhol. Ó, az igen. Csirkehol. Ez is itt. Ez is az állomáshoz tartozik. És még ott a padlás feljáró is. Jó. Viszont tényleg, tehát onnan van bevezetve a villany. Meg még a TV antenna is fönn van. Na, szóval akkor 3 km múlva innen megyünk Bakonybánk felett. Utána lesz 5 km-es szakasz Tápszent Miklós, 3 km. Ez az épület meg nem úgy néz ki, mint amit nagyon... 3 km lázi, meg 3 km vasány. Egy 5 km-es szakasz lesz a leghosszabb, a többi 3 km. Hát az semmi. Innen már sűrűbben lesznek a megállók. Kettő. Ott a másik a bokorban. Elszaladt. Ott van az egyik. Kettő van, ott egy van, elszaladt a marra. De egyiket be is fogtam most, ott a másik. A harmadik meg már régen elszaladt.
Na, és akkor ezt nézzétek, hogy most jön. Kerülgetni se tudjuk. Igen, tehát most nézzétek meg, hogy innen azért már kicsit jobban benőtte az a ráját, azt nézzétek. Hát igen, szerintem eddig, ameddig itt az erdőben van meg az állomáson, addig lesz ilyen. Aztán majd meglátjuk. Messzebbre csúnyábbnak tűnt. Hát igen, meg itt már azért gyorsabban jönnek majd az állomások, úgyhogy az jobban tudunk aludni. Nem kivetkedik, Bakonyban kezdeni a lófasz, 3 kilométer. Ja. Hát az meg annyira nem sok. Hányadban? Ja. Igen, ja, ez a nyékiér, igen, közben megérkeztünk az első komolyabb átedeszhez. Hát kéne itt mászni. Most videózunk. Au. Hát igen, ez már egy picivel nagyobb pocsolya, mint amin eddig. Jó, sokat tudjuk, hogy osztáltan ilyen sok. Az tuti. Azért a golfáramot még nem én húgyoztam maximum ezt itt. Mit kellett volna húgyozni, milyen szépen csobogott volna? Az. Lenne sör, meginnánk vagy kettőt, a következő innen már tudnánk húgyozni. Az tuti. Hát majd legközelebb Veszprém Valsányba. Mit? Hát sőt, legközelebb Veszprém Valsányba. Hát igen, vagy ha van a vasút mellett valami. Hát mit lehet? Hát lehet, hogy van az esti például, vagy nem tudom. Bár nem hiszem, hogy ott van, de sose lehet sem tudni. Meg még egy Győrbe, ahol tudunk megsörözni. Hát, jó, hát igen, attól fél, hát igaz. Beerről jöttünk. Most így körülbelül egy olyan 2,5-3 kilométer lesz a következő. Itt egy kidőlt állító fúzna. És ráadásul a vizét a betonnal együtt. A betontámasztóval együtt dőlt ki. És mindjárt lesz ott egy is. Ott jön azért megint egy ív. Eddig volt egyenes. Viszont legalább jól járható. És ott egy Bambi család. Ennyi. Akkor az önkéntes PFT az dolgozott, jó. Fognak eljönni szerintem. Erre? Aha. Ott. Szétek is. És rádölt egy fal sírekre. Nem rádölt, ja, ez nem rádölt. Jó, bár most ki is vágták. És még rajta van, ez viszont telefonvezeték volt is. Itt van rajta az elosztó. Kábel TV inkább. Annak van ilyen kábel, meg telefon. Ez telefon. Ez a szokásos többeles telefonvezeték. Te is a telefonpultnál szokott az elosztó lenni. Itt a több fele, igen. Ez mindenféle ilyet vált. Egy kicsit a kezedbe. Ez telefonvezeték. Önkéntes PFT brigád, ezt így leszedi a sinekről mondjuk. Az önkéntes PFT és az leszedte a sinekről. Ennyi. Na itt egy szelvénykő, mindjárt megnézzük. Meg egyébként mond az előjelzőt, meg már régen meghaladtuk. Nem látszik a szám rajta, de itt van a 471 szelvényben, valahol itt a főjelzőnek a hűlt helye. Az itt volt a főjelző, de leszerelték, hogy ellopták, hogy van hasonló történt vele. Szerintem ez is egy rázányú, de mondom, Kisbérén meg Varsányban voltak keresztek. Szerintem nem véletlen. Hát majd meglátjuk mindjárt, hogyha beérünk. Hát majd meg kell nézni ezeket a vonalvideókat. Meg megint a Betegabinak van 2002-es, és akkor azon látszik. Közben megérkeztünk Bakonybánkra. Hát itt volt valaha egy váltó, de... Csak hogy van kiszögelve? De eltűnt az állat, és ki van szögelve. De aha. Nem is akármilyen módon, azt figyeld. Azt nézd meg. Sincs csavarod, oda van csavarozva kívülre. Ez ám a kiszögelés, öcsém. Hát ezt valószínűleg még a bezárás előtt csináltak, a bezárás után miért foglalkoznának vele. Ennyi. Hát ez lehetett az állomások az egyik mellékvágánya. Hát ez igen, ez annyi. Ez... Azért volt itt akkor ide 3 jelző, volt neki egy ismétlő jelzője szerintem itt az íz miatt. Ja, lehet. Na, nézzük, akkor menjünk tovább. Ja, és ott van az állomás épület.
Ez még messze van. És ez a két vágányos állomás volt ezek szerint? Hát én majd kiderül, kicsit vegyünk közelebb. És ezt nézzétek, van itt még egy kitérő vágány. Tehát minden nem is kettő, hanem három vágányos állomás volt ez valamikor, de ez a váltó is ki van szögelve. De ez viszont már úgy, hogy szokás. Ezt sem mostanában állították. És mindjárt beérünk a állomásra. Igen, látom, és de ezt a vágányt érznek, hogy eltűnik a gazda, pedig ez is. Mellékvágány, az ugyanúgy. Hát ez kiderülőként funkcionálhatott. Hát, valószínű. Na és akkor látjátok, itt van rögtön két peron is, de kitérő vágány, meg a normál vágány mellett is. És itt van a rakodó, ide vezetett az egyes vágány, és itt pedig a peron, amit már kicsit benőtt a gaz. És itt az oldalrakodó is, tehát itt valaha itt volt az első vágány. És ez az átmenő, ez még úgy, ahogy azért rendben van. És egy tipikus ilyen hépszabványú állomás épület. Mindjárt megnézzük kicsit közelebbről is. Az állomás épület is, hogy be van OSB-falatban. Igen, tehát ennyi, hogy akkor valószínű nem lakják. Emeleti ablakok is? Az is. Akkor itt van az állomás épület még egyszer, így szemből megmutatva. Itt van az első vágány. Itt még a sírek megvannak. Itt van egy gazba, és itt van két pad. És mindjárt megnézem az utcafronti részét is. Bár valószínűleg ott is le van USB lapa az árva. Ennyit. Igen, ez az emeleti szolgálati lakások ablakait, ezt meg már kitörte valaki. És belül, és itt is USB lap lezárva. Van melléképület. De az is USB lappal, az is USB lappal. És akkor bakonybánkot elhagyva. Itt a váltókörzet, igen. Azon. Hát ki vannak szögelve a váltók, de egyébként megvan minden, tehát az állomásik még megvan. Csak láthatólag nem nagyon használják. És akkor nézzük, hogy most itt vagyunk. Mindjárt fogok vissza a hírvonalra. És akkor elvileg egy 5 kilométer, és akkor jön a következő. Azaz. Ja, persze, az egy gyalogos átjáró. Az valószínűleg mindig is az volt, nem volt fénysorongós. Igen. Na, nézzük, akkor mindjárt megyünk. Hogy itt a következő ív az. Érkeztünk. És itt vannak ilyen érdekes dolgok. A fáda felakasztva ilyen azért félbevágott petpalac, benne rongyok. Mint például ott is. Szerintetek ez micsoda? Vagy mire jó? És itt is van egy, na ez közelebb is van, mindjárt megmutatom nektek. Hát itt is, na, ez az. Oké, nézzük meg. És igen, itt van. Hát, hogy ez mire való, azt nem tudom, de majd valaki megmondja, remélhetőleg. Egyébként a 475-ös szelvényben vagyunk, tehát még egy 10,5 kilométert már biztos jöttünk Kisbértől. És szerintem még egy olyan 10-12 kilométer lehet hátra. Úgyhogy akkor haladunk tovább, itt megint egy ív lesz. És itt már beton alja se felépít még végig. Éppen 34-es sinek, de ezért megy esetben valahol meg 48-as. Na, még egy ilyen fáda felakasztott petpalack. Na mindegy, haladjunk tovább. Egyébként itt vannak a végig ilyen távvédő póznák vezetékek nélkül. Na, következő nagyobb akadály.
Jön a kihívás. Nagyon kicsit tudunk menni, mert ott is bozoltos. Oké, okay, most megy, most mehet. Na sziasztok, itt vagyunk most, hol voltunk? Bakonyibánk és mit tudom, mert milyen Szent Miklós között megérkeztünk az első pályahibához. Elég rendesen megvan is ügyen. Na, nézzük meg. Hát igen, ez azért szépen néz ki itt. Itt így, hát végül így annyira nem látszik, de hogyha előrébb megyünk, akkor ott majd azért visszanézve azért még jobban lehet látni, így messzebbről. Hát majd itt. Szépen néz ki, az biztos. Ha itt látszik is, hogy emelkedik is a pályát. Igen. Egytől ilyen töltésre. Az biztos. Itt maga ez az egész részét meg van sűjjedve, de ez egy is a legjobb. Igen, azaz. Nézd meg. Hát igen, szépen néz ki, az már biztos. Ez az első komolyabb pályahiba, amit láttunk. Ja, hát igen, sín hiány eddig nem volt. Hozzá kell tenni. Ezt nézzük olyan, tehát itt úgy néz ki, mintha kisiklott volna, néztek meg egy-két betonnal jel is van repedve. Egyik-kettő meg ott látszik is ott visszafele. Telefel néztek, hogy szerintem itt kilépett valami. Még annak idején? Hát ez még régebben lehetett, és még ezen az oldalon már nem látszik. Hát itt nagyon régen lehetett egy siklás. És közben ott jön a következő nagyobb ív. Itt is látszik, itt is meg van süllyedve egy kicsit. Igen. Na akkor valószínűleg innen jönnek majd a durvább pályahibák. Ahogy haladunk ezt Pénvalsány felé. Elérkeztünk egy hosszú egyenes szakaszhoz, mint látjátok itt elég hosszan lesz most még egyenes. Úgyhogy itt valószínűleg semmi érdemlegeset nem fogunk találni, de ha mégis, akkor azt majd megmutatjuk. Ja, tényleg igen, Komárvesztegon megyéből, Győrmoson-Sopron megyébe átmegyünk. Találtunk a gazba egy 10-es lassú jeltáblát. Hát nem tudom, akkor ennek biztos alapos oka van, hogy kidadtak egy 10-es lassú jelet. Hát van egy-két a körhúgy a pályában, de hát lehet, hogy amiatt van. Egy-két vágány kivetődés, meg hasonlók, mint a nyomtávbővülés is lenne ott háttérben. Úgyhogy szerintem az emiatt van. Van egy sínre dőlt fa megint, itt a hosszú egyenes vége után megjöttünk az ívbe. Szent Miklóson vagyunk. Itt is volt, de ezt valaki itt kivágta meg, itt PFC-zett valaki szintén. Próbálta viszont, ugye, még mindig az űrszerűen, de hát ezt vágták. De nem hiszem, hogy ezt azért vágták, hogy letakarítsák a vágányról, mert akkor jobban megzényesték volna. Ja. Mert azért mindig az űrszerűenben van, csak így közvetlenül a sinek fölött nincs. Hát, nem, szerintem az valaki elvitte tüzelni, vagy... Így szétdarabolt, aztán ennyi kellett neki, ennyit vitt el. Te egyébként Ápszert Miklós lesz a következő. Ami nem jutott az ember teljesen. Hát mindegy, az lesz. És most megint egy ilyen, ezért egy ilyen nagyobb ív lesz. Aztán... Kisebb ott utána, egy nagyobb balra. Ja. Aztán majd... Ja, még utána még elkanyarodik balra is? Persze, az lesz a nagy ív. Mert most először megy jobbra, aztán majd utána balra. Egy kicsit megy erre, utána meg egy kurva megy. Igen, elég a körhúgy ez a vonalvezetés, tényleg. Ilyen össze-vissza megy, de hát itt mondjuk bevágásban megy az erdőbe, tehát itt nagyon nem... Valószínűleg nem olyan tudták másfele vinni, tényleg az volt a dolog. Úgyhogy ez a vonalvezetés már csak ilyen marad. És hát haladunk. Nem is tudom, mennyit jöttünk az előző megállóhely óta, de... Nem haladtunk, ja. Ott voltunk 11-nél, ugye? Ha, ott körül. Kettő felett jöttünk azóta. Hát akkor már nagyjából fél úton vagyunk a klásikhoz. Most vagyunk 13,270 méterre. 13 km 280 méter pontosabban. Na, hát ez egész jó. És összesen kell valami 21-et menni. Ja, hát meg akkor van egy olyan... Vagy 23-at vagy, nem tudom mennyi. Hát mi meglátjuk. Utána már megint sűrűbben jönnek ilyen 2-3 kilométerenként, úgyhogy... Hát utána a Tápszent Miklóstól 3 km elvileg Lázi,
Lázitól Veszprém Balsány megint úgy kb. 3 km. De olyan 2,5 km-nél lesz a másik vágány, ami meg győr fele. Ja, igen. Tényleg ott egy... egymás mellett ott, igen, arra emlékszem, és akkor 11-re se utasszam. 500 méter egy... Igen, az, addig kb. Együtt mennek. És hát egyébként meg már a vonalnak a felét azt lesétáltuk. Úgy összességében is mondjuk Tatabányától. Mert 94 km összesen, és már az 51 szelvény környékén vagyunk, tehát már a felén túl vagyunk. Nézzétek! Ez a lebegő vasút. De nem is mozog. De azért potyognak a vicsok alól. Ja. Végig megyek ezen gyalogolni? Na, alattam meg sem ottam. Mindegy, egyszerre csak az egyikünk legyen rajta. Ja. Valaki tudja hívni a mentőket. Mondjuk nem esnél nagyot. Nem, de hogyha rám esik, utána meg 200 kilós betonaj. Azt te fogod róla beszedni? A fasztítőbe fogja csak alatt. Hát ez nagyon eltűnt innen a töltés alól. Hát ezen már nem menne át a vonat, azt tuti. És itt még átereszt is vonalatta. Ja, ráadásul. Ott van lenni. Az az. Na nézzek, egy 400 kilovoltos vezeték van alatta is. És ezt nemrég cserélték az autókat, mert a szigetelők azok újak, a függő szigetelők. Vagy csak a szigeteléseket cserélték. Nem, a függő szigetelők a Poznán újak, de azt a dróttal együtt szokták cserélni. A táblát is mondta, hogy hogy találtuk meg. Jó, hát a táblát azt így megtaláltuk így felborítva, azt most felállítottuk. Egyelőre még áll, majd mindjárt fog dőlni. Vagy egy nagyobb célnél, mert most már fog. Igen. Hát egy gyenge szellő úgy felborítja, mint az ítél. De ma mindjárt megnézzük, hogy ez a vezeték az honnan, hova megy, már a Poznára rá van írva. Jedámból megy köztet kapálni. Lehet, hogy Paksli tér vagy valami hasonló, de nem tudom, milyen vezetéket mennek arra. Győr-Moson-Sopron megyébe vagyunk, úgyhogy nem biztos, hogy Paks. Hát akkor lehet, hogy Gönnyűben, mert ott van egy ilyen gázturbinás erőmű, úgy tudom. Tehát a gönnyűi kikötőből lehet, hogy onnan jön. És akkor valamelyik alállomásra mehet, de hogy melyikre? Tudod, hogy húzamosabb ideig nem szabad alatta tartózkodni? Hát jó, igazából több napig, tehát az most az aztán húzamosabb időnek, néhány órát még alatt. Miért sátrat vennél itt alatta és itt aludnál egy éjszakát, akkor sem semmi bajod, de ha mondjuk házat építenél alá és ott laknál évekig, akkor már lehet. Nem, hogy nekünk utasításban le van írva, hogy húzamosabb ideig nem szabad alatta tartózkodni, tudod így között. Itt lehet, hogy rajta van, csak itt takarja itt az alatt. Ja, hát és jelceg ez szépen, tehát azért van benne. Tényleg 400 kiló volt, tehát ez azért most van benne. De akkor szokott nagyon sercegni, hogyha nagy teljesítmény megy át rajta. Hát de most sok áramot használnak valószínűleg, és akkor azért most kell neki jönni. És vannak otthon ugye ilyenkor ünnepalak? Persze. Elvileg most kell itt is tennie valahol egy ilyen táblának. Na, ja. Most dölt el pont, ahogy hátra néztem. Igen, és tényleg. Néztem, akkor dölt. Igen, hát eddig bírta. Na ezt nézzétek, lejöttünk, megnéztünk egy átereszt alulról. Ha valaki biztos járt, mert bent voltak lábnyomok. Hát de hát ideglefűtések nem jönnek. Ez annyira kim van a picsába, hogy ezt szerintem senki nem ismeri. Csövesek vagy vadászok, akik jöhetnek szerintem. Úgyhogy na, nézzétek meg, itt van ez az egyik átér, ezt megnézzük, hogy néz ki. És ezt még rendesen téglákkal, meg kövekkel adták össze. És ebben is volt vakolva. Persze, ezt amikor még a vasbeton nem volt annyira ismert, akkor így építkeztek. Szerintem ezt még akkor csinálták, mikor elsőnek építették itt a vasutat. Persze, biztos, hogy akkor volt. Ezt a töltéssel együtt kellett. Ez már valami, hát ez még egy gyalogos aluljárónak is elég széles lenne. Közben megérkeztünk ide. Elvek a tápszert Miklósnak lennénk, hát azóta egy vágányzárósoron fog akart lenni szerintem, és itt volt egy lakodóvágány. Igen, itt a peron maradvány. És igen, ott a peron maradvány, akkor megvan a... Jó, viszont itt kicsit csöndesebben legyünk, és távolságtartóak, mert ezek itt méhek. Meg repkedtek is. Az a dolgok, hogy repkedjenek. Ne menj hozzá közel. Miek azok nem dadasak, azok nem geszik, hogyha nem bántod őket, akkor ők se fogod. Ja, itt volt a felon maradvány, igen. Szerintem ott a szemközti ízét miatt ezért hozták ki őket, azok porozza. Semmi, nem. És valószínűleg itt volt egy lakodóvágány is. Ott volt a rendőr peron, nem? Igen, azaz. Szerintem ott lehetett a régi, az eredeti peronnak a vége. Igen, majd ezt mindjárt megnézzük, mert szerintem ott lesz. Ezt is csak szeméttelepnek használják.
Hát mondjuk lehet volt itt egy vágány, mert ugye a vágányzárószoron sem volt erőség, volt meglátod itt. Ja, itt tehát a szemetes zsákokra járnak rá itt a méhek meg a datasok. Uh-huh. A telefon. Uh-huh. Ez egy pályatelefon volt valaha. Ja, ott egy pad. Volt valaha. És akkor ez mi? És itt állhatott a megállóhely épülete, vagy hát állomás volt. Ott meg van egy kis pad belőle. Megálló rakodó hely volt. Ez itt valaha, meg néhány tégla, ennyi maradt. Meg itt is egy pad maradt benne. Igen. Hát ebben nem sok maradt. De hát nem mostanában bonthatták le, hogyha már a fák is így benőtték rá. Nem, igen. Ez biztos nem mostanában. Azt szerintem akkor is le volt, amikor bezárták a vonalat. Hát ha akkor nem is, majd valamikor utána. Hát de figyelj, ha ilyen vastagra megnő, az nem 10 év. Hát az mondjuk nem. Nem is 12. Hát szerintem az még lehet, hogy 90-es években lebontották. Ez lehetséges, ennek majd utána kell nézni. De menjünk tovább, és nézd meg, ott van még a régi kút. Aha. Ezt nézzétek meg, meg itt van egy kút is, csak már be van temetve. És hát akkor arrafele haladt tovább a nyílt vonal. És itt a következő átjáró, ami szintén fénycsónopós volt valaha. És itt a racsolszekrény, ez a AS515. És itt ismét egy nagyobb ív. De most már elfordultunk a győri vonal felé, legalábbis ez az ív már arrafele. Nézzétek. Hátszélbe állok. Na ismét egy nagyobb ív és egy sidekre dőlt búzna. Az abszolút. De játják a másik oldalra, mert nagy a szélzaj. Önkéntes okay. Alkalmi pályafenntartási munka. Takarítsuk el. Na, operatőr. Okay. Mehet. És egyre jobban fúj a szél, igazán kipihatta volna még egy kicsit. Ennyi. Pálya felszabadítva. Most már igen, és a tiszta az űrszelvény. Jöhet a nohab. Ja, akár. Hát mondjuk erre a pályára az ilyen nohabot. Hát, figyelj, hozzunk egy fel lapátot, meg ásót. De onnan áll most kimosta a töltést, és az ásó lapátot betömjük földdel alatta. Tehát, nézzétek, itt már kicsit betemették a vágányt, de még megvan. Sínhiánnyal meg azóta se találkoztunk. Itt van az ívnek a vége, és akkor most megint jön egy hosszú egyenes szakasz lázi fele. Hát ez nagyon hosszú, ez legalább egy kilométeres. Lehet, hogy több is. De menjünk tovább, aztán majd csak kilukadunk valahova. És akkor ezt nézzétek, most jön újra kicsit nehezebb terep. Hát itt még annyira talán nem is, de ezeket a szarokat kell kerülgetni. Ami kinőtt a vágányok között. Aztán hajrá. Au. És már jövünk is. Ja, itt egy átelesz. És egyébként valahol szerintem ott annál a két fánál van lázi. Aha, és tényleg akkor ez már lázi. Jó, legalább ezt is megtaláltuk. Ez azt, hogy már mióta jövünk ezen a nyíl egyenes szakaszon. Ez olyan, mint halig haladnánk. A régi teronnak a vége szerintem is. Igen. És szerintem itt is lehet gomba minden. Na, látjuk. Itt viszont emlékszem, hogy volt egy állomás épület, az még a Betegabinak a videóján is látszik. Hátha megvan még. Amíg közelebb megyünk és megnézzük. Aha, tehát ez nekem itt már gyanús, ez már a megállóhely volt. Igen, tényleg ott van egy kút, az látszik, és szerintem itt lehetett az épület. Akkor valószínűleg ezt is elbontották már. De olyan motorom még nekem is ja. Volt kiskoromban. Hát ilyen játékmotorok azok, meg itt szét van dobálva egy csomó minden. Nézzétek, akkor itt van lázi, itt ki megérkeztünk, és itt is egy fénysodompós átjáró volt. Valami, ezen a vonalon mindenhol felelték a fénysodompókat, mint hogyha kötelező lett volna. És akkor csak itt lehetett valahol a megállóhely. De akkor annyira azért a falutól nem is volt messze. Tehát itt már a falu, tehát gyakorlatilag ennyire volt. Ja, akkor mehetünk közelhez már a nyílt vonal.
akkor, és akkor szerintem akkor innen már egy pár kilométeres már lesz. Hát tudom, nem vagyunk lázban. Na, még egy utát járunk, most hagyjuk el Lázit, és haladunk előre, még mindig idegenes a pálya. Arról jöttünk, pont egy utát járunk itt. És még mindig a hosszú egyenes, de már közel a vége. Ott van mellettünk a 11-es vasút, ott arra fele, ott már látszik a Győr-Veszprém. És itt van az előjelző Veszprém-Varsheimnak. Tehát most már tényleg közel vagyunk. És itt vége annak a hosszú egyenes szakasznak. Ez eléggé így, nagyon fárasztó volt az egyenes, hogy megyünk, azt mintha nem haladnánk semmit. Aztán most oda kanyarodik a másik mellé, és akkor innen már veszi a Varsheimba. És ott is ott az előjelző, a 11-es, ott is látszik. Ott valahol arrafele, ott van. Ott van. És akkor megérkeztünk az ívnek a végére, és ott már becsatlakozik a 11-es mellé. Aztán innen már azonos nyomvonalon mennek be az állomásra. Úgyhogy remélhetően már tényleg nincs sok, aztán ott is vagyunk. Úgyhogy haladjunk. Igen, már lassan 21 kilométert jöttünk, úgyhogy már jó lenne, hogyha beérnénk. És közben megérkeztünk Veszprém-Varsány állomás főjelzőjéhez. Hát igen, mindegy 21 kilométer után. Úgyhogy innen már csak pár száz méter az állomás. És mindjárt jönni fog egy csörgős vonat a másik irányból. Itt vagyunk 21 kilométer után, frissen is üdén, ja nem. De mindegy, de és elvileg amarról fog jönni egy vonat. Spotterkodunk egy kicsit. Hát egy kicsit spotterkedünk, ja. Igen, hát elvileg... kis béren nem jött semmi. Igen, elvileg onnan fog jönni. Megérkeztünk Veszprém-Varsheimba, itt ülünk a váróterembe, 40 perc múlva jön a vonat. És egyébként itt van az eredménye a mai napnak, nézzétek csak. Ja, ott van a térkép is, jó, oké, tehát hogy azt is tudom mutatni. Oké, és akkor ez a lényeg, hogy menjünk lejjebb. 22,33 km, 8,5 óra, az egész jó idő volt. Lépésszám 34.109. Oké. Hát jó. Ez a része megvan. És akkor ennyi. Kész, itt már teljesen kész. Készen vagyunk, már csak a vonatot várjuk. Így. Sziasztok! Végre megérkeztünk. Ja, valami egyéb hozzáfűzni való? Jó kis túra volt. Az biztos. Az nagyon, főleg a lábba fáradt el nagyon. Azt most éppen szerdőztetem, nézzétek. Azt érzem akkor már mindegy. Igen, azt érzed. Úgyhogy már mindjárt még vonatjegyet kell venni, aztán utána már csak a vonatot kell megvárni. Ez a kis túra ennyi lett volna, bár még lehet, hogy majd a vonaton még jelentkezek. Ha szerencsék van, akkor valami csörgőset fogunk kikapni. Ugye mondjuk valami húgyos inkát, lehet a csörgővel. Az reggel volt Pesten, hogy lehet a csörgővel. Jó, hát akkor lehet, akkor beírjuk a sima klasszikkal is. Csak legyen az. Ó, hát akkor majdnem, akkor még nem baj, hörgő is jó, de legalább a BHV kocsi legyen. Mindegy, csak ne bézé, most már mindegy, akár már bézé is jó, csak menjünk már valamivel. Kint a puszta közepén még is lett, ott itt meg csak hátusz. Hát ez van. Na, majd mindjárt megpróbálok majd live-olni a YouTube-on, aztán kiderül, hogy mennyi van. Na, hát akkor ennyi, majd vonaton meg szerintem fogok jelentkezni, meg felveszem, mikor beérkezik. És ráadásul nézd, a hátul is van egy csöri. Azt hittem egy pillanat, hogy ide fog jönni. Megy ez, van. Ez meg. Na,
Sziasztok, üdvözletem minden a győri személyvonatról. Jelenleg, és ráadásul dupla sörgős volt, mert nem csak az elején van sörgő, hanem a 305-ös sörgő az mögöttünk is itt van. Most itt ülünk az utolsó kocsiban. Amit fotóztunk. Igen, és amit fotóztunk, igen, és az itt van hátul. Hát valószínűleg nem működött az inga, vagy nem volt vezérlőkocsi, ezért most mind a két oldalt van sörgő. Nem azért, hogy csak a gépenes fordolásra visszahozták, igen. Ja, de valószínű, igen. És visszaszerelvén van. Hát igen, mert elég sok vagon van rajta. Ahhoz képest, hogy ennyi utas nincsen, van vagy 10 kocsi rajta. Nem, mondom, hogy azért. Igen, tehát valószínűleg ezért van rajta ennyi. Mert csodálkozok, hogy mennyi vagon van rajta. Igen, 7. Ráadásul, igen. És ahhoz képest ugye nekünk van egy saját vagonunk most. Mert se tudom, hogy az első meg a második magomban vannak azért valamennyien, a többiben úgy nézenkednek az utasok. Igen, igen, pontosan, de hát az annyiban volt, tehát az utolsó két magomban már tényleg alig van valaki. De nem baj, legalább szerelősen vagyunk, meg elférjük. Elvileg 17-11-re megérkezünk Győrbe. Ugye addig meg itt, azért chill, pihenés, stb. El vagyunk. De elcsapatja rendesen. Haladunk. Itt 11-es vonal, ugye Győr Veszprém, mert én már csináltam videót többször is tudtam rajta. Érdemes, hát megyünk Győrig. Úgyhogy majd talán még Győrbe jelentkezett, de az is lehet, hogy nem. Sőt, de mi megmutatom azt a fületet, amivel fogunk menni, mert szinte biztos, hogy ez egy éves a fület lesz. Úgyhogy akkor majd jelentkezek ott, úgyhogy csumi. Szóval akkor egy kis kiegészítéssel jelentkezik itt még mindig a győri személyi vonaton, hogy közben megnéztem azt a beteg a videóit a vonalról, az arról szakaszon, hogy bejártunk, és igen, a 2007-ben a bezárás előtt egy hónapban még meg volt az összes fénysorongó, még Lázinál meg volt a fénysorongót ellenőrző jelző is, meg voltak az előjelzők, mindenhol a jelzők is mindegyik meg volt, azokat valószínűleg a bezárás után azonnal szerelhették az összes fénysorongót, összes jelzőt. Az állomás évben is később mondották, 2007-ben még megvoltak. Azt szerintem, hogy a Lázinál ott aztán a vasútállomások ponton, hogy van, akkor 2013 környékén már elbontották. Hát a többinél meg olyan 2010 körül, 2009 körül bontottak épületeket, nem voltak meg. Úgyhogy egy olyan sikerült még pluszba kideríteni. Úgyhogy ez csak egy kis mellékinfo, hogy közben itt a vonaton volt idő utána nézni dolgoknak. Tehát valószínűleg nagyon sürgősen szerelték a fényesdombot, tehát ebből is látszik, hogy erről a vonatról, mert lemondtak erről a 13-as vonalról már akkor, amikor bezárták az egészet, és elkezdték úgy szénszedegetni, hogy jelzőket is leszették, fényesdombokat is leszerelték, hogy itt már biztosan ne lehessen újra a forgalmat fölvenni, és ezt mindezt már 2007-ben, 2008-ban csinálták. Tehát ebben a vonatról nagyon szabadulni akartak ettől a 13-as vonalról valamiért, és lelők is, hogy igazából már életében is már kezdték így írni. Igen, már 2007-ben is, amikor ilyen 30 km-es állomás között voltak. Röviden is tömören csak ennyi végkozva. Szevasztok, közben akkor már Győrtől megyünk hazafele. S10-es. És most a szinten nem emlékszem, hogy milyen pálya számú. De a 40-es. Mögötti a 0-1-es, mögöttünk meg a 0-4-es van. Úgyhogy akkor Kelenföldig ezzel dobogunk. Jutalom a nap végén, most azt hiszem igazán megérdemeljük ekkora. Én még most sem érzem a lábam az, hogy ezt most megérdemeljük. Nagyon. És hát akkor most már... Fájdalomcsillapító. De amúgy jó, hát mert persze a folyékony fajtából. De egyébként eredményes nap volt, hiszen sikerült ezt azért begyalogolni, és rengeteg videó kép készült, hát majd ebből is előbb-utóbb valamit összevágunk. Ja, és aztán még a következő megérdemelt ez egy. Jutalom a nap végén a lokomotív lesz. Pesti Vitopna. Igen, a Pesti Vitopna, ugye ma nyílt meg, hát remélhetőleg lesz még. Még lehetik, hogy haja is lesz. Hát ha nem lesz, akkor meg majd máshol fogok enni. Ha nincs haja, akkor folyékony kenyér. De sőt biztos van, úgyhogy azzal nem lesz probléma. 8-ra van asztalfoglalás. Ja, hát addig odaérjünk, mert 19.30 környékén érnek elemfelül ez a vonat, és onnan még át kell metrózni, az olyan negyed óra. Ja, szerintem most szállnak el úgy. Igen. Tehát a szeleszolgáltatásnak most így vége, csak hát innen most elég halka ahhoz, hogy a YouTube ne vegye észre rajta a copyrightot. Csak úgy kézét a vonat másik végén éppen hangol a szeleszolgáltatás folyik. De most kikapcsolták, most vannak leszállni. Ja.
Na, amúgy, ha meg a lotó jött, akkor miatt letiltanád, te meg tudod támadni, azért mellett te játszottad a háttérben az egész. Hát azért mondjuk nem, de mondjuk ki, hogy lehalkítom annyira azért, hogy a háttér az ajtó ne hallatszódjon, hát az, az nem lesz ebből probléma. De simán megtámadhatod ott, akkor elküldöd őket a jobb mondjuk, rossz kész. Hát azt is lehet. Na jó, hát akkor ez a videó az ennyi lett volna, akkor így a... Majd a vitaszában megnyomunk egy záró. Az más lesz az... Lakomatív. Lakomatív az egy külön videó témája lesz. Külön videó, ennyi, jó. Úgyhogy... Akkor ez ennyi lett volna, akkor köszönöm, hogy megnéztétek, akkor adom, csüssz. Sziasztok. Sziasztok.